Sziasztok gyerekek, szeretettel köszöntelek ismét benneteket. Nem tért véget az Orsi torna, ígértük, hogy újra ismét jövünk újabb gyakorlatokkal. Sajnos még mindig nem tudunk személyesen találkozni, de bízom abban, hogy hamarosan eljön az az idő is, amikor együtt tudunk még tornázni veletek. Jó, kezdjük egy picit bemelegítéssel, pici szögdelés. Mehet terpeszár, csípőn a kéz. Jöhet hozzá egy kis kar oldalra. Hozhatod föl magas tartásba. Tapsolhatunk is, ahogy szoktuk. Harán terpesz, illetve szögdelés. És pici sarok felcsapás. Jó, terpeszállásban vagyunk, oldalt akar, és megyünk le döntésbe, talaj érint, dönt, le, dönt, egyenes a hát, próbáld megérinteni a talajt. Jó, itt maradunk döntésbe, és fordulunk, egyik boka érint, másik boka, egyik, másik, egyik, másik, itt maradunk egy picit. És cserélünk másik oldal. Szuper! Lemegyünk guggolásba. Egyik kedvencetek, rugózzunk lent. Egy, kettő, három. Negyedikre fölugrunk, taps a fej fölött. Lent, lent, három, fönt. Lent, lent, három, fönt. Lent, lent, három, és fönt. Jó, akkor a következő elemünkhöz egy kis segítséget kérek. Gyere, Mira! Jó, lefekszel, és csinálunk egy gyertyát. Jó, fölmegyünk gyertyába. Itt hagytuk abba múltkor, és innen tudjuk variálni, megyünk szépen hátra, megérintheted a talaj, és nyitunk terpezve. Visszazárunk, és visszajövünk lassan. Előre hajolunk egy picit, megérintjük a cipőnk orrát. Nagyon ügyes vagy. És mehetünk még kis gombócba, hátra följössz, kulcsolod a térded, és hátra gurulsz, és vissza. Zárod a lábad, hátra gurulsz picit, és vissza. Na még egyszer, hátra gurulunk, és vissza. Nagyon ügyes vagy. Következő gyakorlatunk, ezt arrébb húzom, a mérlegállás. Uha, ezt csináltuk sokat. Hibázni lehet, ne ijedjetek meg. Először bemutatom, zárt állásban vagyunk. Próbálom oldalról. Kilépek hátra, oldalt van a kar, egyenes a hát. És jövök föl. Tartom. Karodra figyelj, nem hátul van. Tartom szépen. Visszajövök föl, és leenged. Nektek nem kell ilyen magasra emelni a lábad, gyere Mira. Mirán javítok. Jövök. Előre, dől egy picit. Fejedet emeld meg, emeld meg. Hozd előre a két karodat. Anya is tud otthon segíteni, fejed nem lóg. Emelem, és lassan visszajövök föl. Otthon megfoghatsz egy oszlopot az udvaron, egy széket, és abba tudsz kapaszkodni. És így tudod gyakorolni a mérlegállást, jó? És ha már biztosan állsz, jöhet utána a kar oldalra. Visszazárunk. Ebből még mit tudunk csinálni, Mira? Kiemeljük a lábunkat hátra. Megpróbáljuk? Jó, megfogom. Lassan jövök előre. Nyújtva van a kar. És tartom fönt a lábacskámat. És visszajövök. Megpróbálod, gyere? Segítek, semmi baj, gyerekek, ha eldöltök. Újra kezded. Nagyon ügyes vagy. Azaz, gyere, fogom az egyik kezedet. Tornán is szoktam. Tartod, fejed föl. Fő mellett a kar. Azaz. Picit előre jössz. És vissza. Nagyon ügyes vagy. Mindig, ha ilyen gyakorlatokat csinálunk, jövünk előre, egy picit lógunk, zárd össze a lábat, és próbáljuk megérinteni a cipőnk orrát. Gyere előre, Miri,
és lógunk, ha nagyon húzódik a combhajlítunk, picit behajlíthatod, kicsit előre hajolgatunk. Jó, na még egy elemet vegyünk, és utána a következő felvételen majd haladunk tovább, legyen a cigánykerék, jó? Cigánykereket hogy szoktuk? Ez az, ami nem jó, amikor ugye így indítjuk a cigánykereket, hanem oldalt van akar, és oldalról indítjuk. Egyik láb, másik láb, és próbálunk beleállni, kihúzod magad fönn a fejjel újra. Próbáld meg. Azaz, és beleállok, emel a fej. Nagyon ügyes vagy. Na még egy utolsó. És megtartom. Nagyon ügyes vagy. Lehet gyakorolni anyától egy pici segítséget, vagy apától, vagy a testvérettől, vagy ha nincsen segítség, egy széktámláját fogod, és lehet gyakorolni a mérlegállást, cigánykereket pedig ne felejtsd, oldalról indítom, és oldalra érkezem. Legközelebb találkozunk, sziasztok, ügyesek legyetek, sziasztok!